Izmény község önkormányzata és az Együtt Izményért Egyesület mindenkit vendégül látott, aki kedvelte a korai friss levegőt, a falusi hangulatot, a kezdés velejáróját, a fogópálinkát és a pörzsöléskör megpuhult malacfület. Ez már régóta megfogalmazódott bennem, hogy csináljunk egy falusi disznóvágást, csak még a körülmények nem voltak adottak, most se teljesen, de hát most már úgy voltam vele, hogy most már mindenképp csináljuk meg. És ezelőtt egy 3-4 héttel talán gondoltam arra, hogy meg kéne kérdezzem a barátaimat, a csapatot, hogy mit szólnak rá, és akkor összehívtam egy 3 napra egy ilyen megbeszélést. Lásd csodát, 25-en voltunk azon a megbeszélésen, és akkor azt mondtam a csapatnak, hogy gyerekek, hát ilyen jó sikerült az előkészület, akkor már a disznóvágás se lehet rosszabb. Kelemen Ferenc elmondta, hogy télen vágnak disznót, és ez az első alkalom kivételesen került márciusra. A következő ilyet téli időszakra fogják időzíteni. Most azért itt reggel már azért egy ember itt van, és még akkor a lányok nem is láttuk, akikben már ugye készítik a vérpörköltet, meg hasonlókat, úgyhogy bízom benne, hogy ez a mai nap ez olyan jó fog sikerülni, hogy ezután már le se lehet kapani, hogy itt Izményben minden évben meg kell rendezni a disznóvágást. A településen 3 népcsoport él, és az ő tradícióikat követve készítették el az ételeket az állatból. A felvidéki, a sváb és a székely szerint. A disznóvért megsütjük így hagymán, pirított hagymán, rakunk hozzá sót, majoronnát és borsót. Az ezen a napon feldolgozott sertést az izményi pásztor Csaba 9 hónapig nevelte kukoricadarán, búzán, árpán és némi tápon. A polgármester úr megkeresett, hogy nincs-e véletlenül egy hízom eladó. Mondtam, hogy éppen pont van egy, de ezt le akartam vágni magamnak, de így megegyeztünk, és akkor így nem lett levágva. Úgy került ő ide. A disznótoros vacsorát a falu apraja nagyja a művelődési házban fogyasztotta el közösen.